Jeremiás 7:27-ben mondja is, hogy mint a madárral teli kalitka, úgy vannak tele házaik álnoksággal, ezért lettek nagyjá és gazdaggá. Meghíztak, kövérek lettek, gonosz beszédük, csak úgy árad. Az árvák ügyét nem ítélik, igaz ítélettel, hogy boldogulhassanak, és a szegényeknek sem szolgáltatnak igazságot, és a következőben ugye írja, hogy Isten meg fogja őket büntetni. Így van. De itt is az árvák és az özvegyek, tehát az árvák mindig azok, akik nem ismerik Isten igazságát. Az özvegyek pedig azok, úgy szintén, akik ismerték az Isten igazságát, de félresiklott az életük valahogy, szem elől tévesztették a Krisztust, és az ő parancsolatait és az apostolokat, elcsúsztak és átadták az értelmüket hamis tanítóknak, éppen hogy nem fogadnak még csak nekik szót. Tehát ez a két embercsoportot kell nekünk lelkileg pesztrálgatni, vigasztalni és gyámolítani, ugye? És a legrosszabb esetben pedig inteni, figyelmeztetni, feddeni és fenyíteni, hogy el ne szakadjanak ezektől az igazságoktól, és nehogy véletlenül megengedjék maguknak azt a luxust, Bodó Attilákat, meg Rózsa Editeket, meg Rákóczi Gábor, Német Sándorokat, meg Reizingei Jari bácsikat, meg ilyeneket hallgatgatnak, hogy nehogy elkárhozzanak. Tehát így történik tulajdonképpen az árvák és az özvegyek. Az Ószövetségben fizikailag kellett őket megsegíteni. Persze természetesen, ha a környezetedben tudsz valakit, aki árva és özvegy, vagy nagyon sanyarú sorsú, és nagyon szegény, az éhhalál küszöbén küzd, akkor titokban megteheted, hogy megsegíted őt, érted, egy kisebb adománnyal, amivel egy napra meghosszabbítod az életét, egy kiló kenyérrel, egy rúd párizsival, meg egy liter tejjel. Megteheted, vagy hogyha látod, hogy lyukas a cipője, mert nem tud új cipőt venni, és neked van 8 cipőd, egyet odaadhatsz neki nagyon nyugodtan. Isten jó néven fogja ezt venni, de ennél sokkal fontosabb az, hogy az Isten igazságát hallgatók és tanulók között mindig az Isten igazságával vigasztaljad és bátorítsad azokat, akik az élet nehézségei miatt lankadó félben vannak, vagy meggyengült az erejük a kitartásban, vagy majdnem csak már fejükbe vették, hogy átállnak a másik oldalra, és a Bodó szektának a híveivé válnak, akkor pedig több igével meg kell intened, meg kell fenyítened, hogy ha ezt megteszed, Isten első 4 parancsolatát sárba tapostad, Szentlélek káromlást követtél el, és el fogsz kárhozni. Ugye? Tehát így kellene működnie. És Isten az ő fián keresztül hozta létre az eklésziát, ugye a báránynak a feleségét, ami tulajdonképpen az anya. Az igazság tanulóinak az anyja az eklészia. És amit Isten, akiket használ benne, mint titeket is, a múltkor milyen szép műsort készítettetek, hanganyagot, biztos volt minimum egy ember, aki számára ez vigasztaló és építő volt, és azt mondta, hogy végre van olyan mégis ezen a földön, hogy 2 vagy 3 istenfélő, istentisztelő, istenszerető, Istennek engedelmes asszony, akiknek az értelmében Istennek a gondolkodás módja van, Isten értelmével van az elmék betöltve, egészséges beszédűek, és Isten szintiszta igazságáról beszélgetnek. Milyen felemelő volt hallgatnom, már-már azt gondoltam, hogy feladom a Krisztusban való élésem és engedelmességemet, de számomra ez most megmentett attól, ez a beszélgetés hallgatása, megmentett attól, hogy sútba dobjam az egész eddigi küzdelmemet a körülöttem élő hazugokkal szemben, ugye? Biztos a sok közül van egy ember, ilyen ember, aki így értékelt a beszélgetéseket. Szóval ti az eklészián belül, ilyenkor, amikor részt vettek ebbe a beszélgetésbe, és amit az Isten ad az igény keresztül nektek, azt pedig ti az árvák és az özvegyek, lelki árvák, lelki özvegyek vigasztalására, bátorítására, fenyítésére és intésére használtok,
ugye az mind az Isten kedves áldozat. És akik pedig hallgatunk titeket, a mi kötelességünk az, hogy ha fölismerjük benne az Isten erkölcsére való buzdítás és intés, fenyítés, feddés és bátorításnak az üzenetét, utasítását, akkor nekünk viszont kutya kötelességünk szót fogadni, mert így törtjük be a parancsolatot, hogy az anyánknak, a lelki anyánknak, az eklésziának és az eklészián belül beszélő szolgáló, Istentől rendelt, megpróbált, kiképzett proféták vagy apostolok vagy segítő tanítóknak szót fogadjak, mert őket mind Isten rendelte az én üdvösségemnek a megsegítésére, ugye? Szóval így kell ezt értelmezni. Jakab levélben mondja is, hogy a tiszta és szeplő nélkül Isten félelem, Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és szeplőtelenül megőrizni magunkat a világtól. Így van, pontosan. Na most itt is, ugye, meglátogatni őket az ő nyomorúságukban. Nyomorúság. Mi a nyomorúságnak a szinonímje? Hogy nehogy arra gondoljunk első helyen, első sorba, hogy mi is létrehozzunk egy ilyen baptista szeretett szolgálatot, hogy járjuk az utcákat végig, és csengetyűvel kiabáljuk, és rázzuk a csengetyűt, hogy árvák és özvegyek, gyertek ki! Árvák és özvegyek, gyertek ki! Azért jöttünk, hogy megsegítsük benneteket! Jézus áldjon meg benneteket! Hoztunk nektek egy kis kávét, cukrot, kenyeret, ropit, hoztunk egy-két használt cipőt, ugye, hogy nehogy ilyen jöjjön létre a mi munkálkodásunk által, hanem az titokban, ha ilyen indítatásod van, hogy a környezetedben látsz valakit, tedd meg te, de ne add a pénzedet egy segélyszervezetnek, pénzgyűjtőknek, vagy segélyosztogató szervezetnek, és rájuk bízod a te pénzedet, hogy hogyan adják oda. Mert az esetek 99%-ában az történik, ha te adsz mondjuk 10.000 forintot, abból 2.000 forint oda kerül ahhoz a szegény emberhez, akinek te szántad. Ezért bűnt követtél el, mert megtehetted volna, hogy te magad mutatsz áldozatot, te fogod a 10.000 forintodat, veszel belőle a kaját, meg egy cipőt neki, titokba odaadod. És ekkor Isten szerint jártál el. Ugye? Szóval nyomorúság, milyen szinonim szavak vannak ezzel kapcsolatban, hogy megértsük, hogy itt nem fizikai szegényekről van szó elsősorban, elsőjelen, hanem csak másodlagosan, vagy sokadlagosan. Nyomorúságról nekem itt ebben a... itt nekem egyből az ugrott be, hogy az Isten bölcsessége és erkölcs nélkül élők. Így van, pontosan, nagyon jól mondod, nagyon-nagyon jó. Tehát a nyomorúság a szegénység, lelki szegénység. Ezért is mondja a megváltó azt, hogy boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyeknek országa. Szóval lelkileg szegénynek lenni, egy bizonyos értelemben azt jelenti, hogy a hazugságoktól, igazságtalanságnak, bálványimádásnak, lelkiparázdaságnak, az ismereteitől szegény vagy. De gazdag vagy az Isten kegyelmében, ugye? A lelki nyomorúság, a lelki árvákat és lelki özvegyeket illetően pontosan így nyilvánul meg, hogy ők lelki szegénységben vannak, tehát nem gazdagok az Isten igazságának, és az abban található életmentő üdvösséget hozó utasításainak az ismereteiben. Árvák, szegények, nélkülöznek, ugye nélkülözik az Isten igazságát. És ez miatt, ha valaki nem segít rajtuk, akkor sajnos ő nagy esély van arra, hogy sátán bele fogja őket botlasztani az ilyen Bodó Attilákba, meg Rákóczi Gáborokba, Németh Sándorokba, meg Bodó Kingákba, Pál Levikékbe, meg a Reisinger Jani bácsiba, meg az adventista hamis tanító asszonyokba, ott az adventista mozgalmak élén, ugye, látjuk ezeket a műsorokat, hogy azért, mert elvégezte a hetednapi adventistáknak a teológiai főiskoláját, a Sola Scripturát, meg akármelyiket, és
nyugodtan fölrúghatja ő is a pálapostól parancsolatát, hogy az asszonyok ne tanítsák az igét. Ugye, tehát ha diplomád van, akkor már ez is feljogosít. Nem csak az jogosít fel, hogy öregasszonyként, özvegyasszonyként, ha ilyen szexmániás vagy, mint ez a Samária asszony YouTube csatornának a kitalálója, hogy még éjszaka is a parázna erotikus álmok gyötörnek. Nem csak ez mentesít fel, hogy szót fogadj az Isten parancsának, és ontsad a hazugságaidat, és az istentelenségedet, az illetlenségeidet, hanem ha diplomás vagy, és elvégeztél a bibliaiskát, az is feljogosít nőként, asszonyként, hogy nyugodtan felrúghatod az Istennek a szent emberei által közvetített parancsolatait, ugye? Tehát így kell meglátogatni árvákat, özvegyeket, hogy akik az Isten igazságának az ismeretében, és az igazságon belüli utasítások és parancsolatok ismeretében gyereklábon állnak, vagy újak még, ugye, vagy soha nem is hallottak róla, de bűnbocsánatot akarnak nyerni, és kegyelmet a haláluk után, akkor így az Isten igazságával látogass meg őket, és tanítsad őket az Isten igazságára, miután te már Istentől ki vagy tanítva több éven keresztül, és bizonyságot tettél abban a körben, amiben mozogsz, mint mondjuk jelen esetben ez a kis miniatűr kis közösség, amit alkotunk így négyen, plusz még akik nincsenek itt jelen, ugye, mint a Horváth Károly barátunk, aki velünk párhuzamosan ugyanúgy folytatja a csatát az efezusi vadállatokkal, vagy éppen mások. Tehát ez a feladatunk. És hogyha itt az derül ki több év eltelte után, hogy tudjuk egymásról, hogy amikor Isten igazságáról beszélünk, akkor megbízhatunk benne, mert eléggé ismerjük az igét, hogy meg tudjuk vizsgálni egymást, hogy amikor beszélünk, akkor valójában Isten igazságát szóljuk-e, vagy csak erőt vett rajtunk a Bodó Attila féle hazugság szólásnak a kívánsága, és ontjuk a hazugságainkat, ugye? Biztos vagyok benne, hogy ha olyat hallanátok a számból Isten igazságaként, ami nem fedi az Isten igazságának a valóságát, biztos vagyok benne, hogy még nyíltan is beszélgetésben, videóban, hanganyagban is képesek lennétek megfedeni, meginteni, hogy amiről beszélek, az nem egyezik az Isten igazságával. De abban is biztos vagyok, hogyha egymást halljátok, és felismernétek azt az Isten ismeretének, az igazságának az ismeretében, hogy elsiklottatok az Isten igazságától, egymást is figyelmeztetnétek. Ennyire is ismerlek benneteket. Szóval ez itt a lényeg. Tehát beteljesíteni ezt a hatodik parancsolatot, hogy fogadjunk szót az Atyának, aki ugye az Isten, aki az életmentő igazság, aki a legmagasabb rangú szent lélek, mert őtőle származik minden igazság, minden üdvösség, minden proféta, őtőle van kitanítva és elküldve a Szentlélek, a Krisztus, ő általa lettek támasztva a Krisztusnak az apostolai, az ő tanítványai, és ő általa lett, az ő akaratából született meg a Bibliának az Ószövetsége és az Újszövetsége. Ennél nagyobbat senki nem tud csinálni, ezért ő a legfőbb, legmagasabb rangú szent személy, élő személy, a szent lélek, ugye? Aztán őt követik a proféták, akik alacsonyabb rangú szent lelkek, mert ugyanaz Isten igazságát ismerik, és az Isten igazságában élnek, de annyira nem tökéletesen engedelmeskednek, mint maga a szent lélek Krisztus, aki viszont semmi más nem akart, csak egyedül azt, hogy az Isten parancsolatait és igazságát megismerje, megjegyezze, és makulátlanul abban éljen. Hogy ő végrehajtsa az ő saját életében mindazt, ami a Messiásról megiratott. Hogy majd kínozni fogják őt, vagy ennek alávesse magát, tehát az összes proféta így ezt tökéletesen nem tudta megcsinálni. Szenvedtek ők is sajnos rengeteget a kortársaiktól, és az akkori vezetőktől, politikusoktól, pénzügyi szakemberektől, és még az egyszerű emberektől, gazdagoktól és szegényektől,
de nem lettek úgy megkínozva, hogy ne tudják végrehajtani az üdvösséget, mint ahogy a Krisztus. Tehát ezért Isten után a második legnagyobb Szentlélek az maga a felkent szabadító megváltó Szentlélek, ugye, aki a vérével, mert ugye az apostolok és a proféták is ugye szent lelkek, tehát szent személyek, Isten szent gondolkodásában és akaratában élő engedelmes szolgái voltak Istennek, de arra nem voltak képesek, hogy hiba és bűn nélkül végrehajtsák a messiásról szóló proféciákat, ugye? Ő viszont eltökélte, hogy én ezt végre akarom hajtani, képes vagyok rá, és ezzel akarom az Istennek megmutatni, hogy ennyire szeretem őt, hogy az ő parancsolataiban járok makulátlanul. Ugye? És annyira, hogy a végén még az igazakért, azért a kevés igazért hagyta magát kivégezni, hogy Isten meg tudjon bocsátani azoknak, akik az ő utasításainak szót fognak fogadni itt a hatodik korszak végén. Szóval így kell ebben a hatodik korszakban értelmezni az ötödik korszakban adott parancsolatát, hatodik parancsolatát Istennek. Tiszteld az Isten, tehát szeresd őt, fogadj neki szót, és fogadj szót, szeresd, tiszteld az anyádat, tehát az eklésziát, a Krisztusnak a feleségét, ugye, mert a benne szolgáló, kitanított, megpróbált, becsületes, szent életű emberek az Isten üdvösségének az útjára fognak téged tanítani, és nem a pénzedért, meg nem azért, hogy a figyelmedet magukra tereljék, hanem kizárólag azért, mert őket valójában érdekli a te lelki jóléted az, hogy el fogsz-e kárhozni, vagy üdvözülni fogsz. És mi is kizárólag azért tesszük ezt, és azért mondjuk el ezt nektek, ezeket az amúgy elrejtett ismereteket, mert ezeket az antikrisztusi hazugság szóló Bodó Attiláktól, meg a gyülekezetek élén álló, egyházak élén álló hamis tanítóktól, teológusoktól ezeket nem fogjátok hallani. Mert ők pontosan tudják, hogy ha megtudjátok az igazságot, akkor ti egy fillért nem fogtok többet tizedként meg ajándékként adni nektek, nekik. Nem fogtok a Bodó Attilának a hazugság sójának a csatornáján a hülyeségekre klikkelgetni, hogy vajon itt mit mond, vajon ott mit mond, és közben nem is tudjátok, hogy pörög a számláló a YouTube-nak, hogy mennyi pénzt fog kifizetni a Bodó Attilának. Ti pedig jól elkárhoztatok miatta. Hanem a Szentlélek feleségének, a Krisztus lelki testének, a bárány menyasszonyának, ugye, aki a mi lelki anyánk. Van egy ige talán, nem tudom, a példabeszédekben, hogy amikor azt mondja, hogy fogadj szót a te atyádnak, és azt mondja ugye az anya, hogy hát tartsa meg a te elméd, amit a te anyád tanít ma neked. Hogyha jól emlékszem. Erre homályosan emlékszem, csak homályosan tudom felidézni, de ha megtaláljuk ezt, csak így zárószóként, Isten mindig a prófétákat és az apostolokat, vagy itt a modern korban az ő igazságának az ismerőit, értőit, és abban élőit fogja használni mindenki másnak a tanítására. Nem fog semmilyen lelket kapni, nem fog semmilyen álmot kapni, ez nem az Istennek az eszköze itt a hatodik korszak végén. Mert aki nem engedelmeskedik az Isten és a Krisztus és az apostolok írott parancsolatának, amit látsz, olvasni tudod és látsz, akkor biztos nem fogsz engedelmeskedni egy láthatatlan léleknek, amiről azt se tudod, hogy honnét jön. Sátántól jön, vagy Istentől jön? Mondjad? Példabeszédek 1.8. Hallgast, fiam, a te anyádnak atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd. Így van. Van itt a 6.20-ban is. Példabeszédek 6.20. Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatát, és anyád tanítását el ne hagyd. Szóval ezt nem én találtam több ki, ige van.
hanem Isten az, aki az ő saját írott igazságával támasztja alá, hogy amiről mi itt beszélünk, az megkérdőjelezhetetlenül így van, mert ugye a kettő az az, hogy Istennél elvégzett dolog, a három pedig azt jelenti, hogy megkérdőjelezhetetlenül, visszavonhatatlanul úgy van, ugye? Szóval én csak egy igét olvastam fel, a hatodik parancsolatot, ti pedig előhoztátok a másik két igét, amivel Isten az, aki az írott igazságával alátámasztja, hogy ez így van. Tisztelnünk kell az Atyát, az Isten, hogy az ő igazságait tanuljuk, és alávetjük magunkat. Utána pedig tisztelnünk kell ez mellett az új szövetségben az eklésziát, és a benne levő segítőit az eklésziának, akik abban foglalatoskodnak, Isten lelki angyalaiként, ahogy Pál is mondta, úgy fogadtatok engem, mint hogyha Isten angyalát fogadtátok volna, ugye? Tehát mi is tulajdonképpen allegorikusan Isten angyalai vagyunk felétek, mert Istennek az igazságát közvetítjük. És milyen érdekes, most átfutottam még egyszer ezt a két igét a példabeszédekből, és ugye anyádnak oktatását el ne hagyd, illetve anyád tanítását el ne hagyd. Akkor az anya, mint asszony, oktat és tanít. Ja. Érdekes. Mert akkor ebből is látszik, hogy itt az eklésziáról van szó, itt még nem az Ószövetségben, de most így kell már ezt a parancsolatot értelmeznünk, és nyilvánvaló, hogy az anya úgy oktat, az eklészia, hogy az ő férjétől tanul, vagy hát ugye a felkent szabadítótól. Hát rossz a fordítás, nem mennyasszony, hanem a báránynak a felesége. Jó, szóval, hogy az eklészia, az mint feleség, az úgy tanít, hogy ugye a férjétől tanul, így dolgokat van. Tanítja. Így van. Tehát, hogy nem úgy tanít, hogy önmagától, mert az asszonynak nem engedem meg a tanítást, tehát az asszony önmagától nem adhat le tanításokat, viszont a gyereket azt neveli úgy, ahogy a férjétől így tanulta. Van. Igen. Tehát önmagától nem találhat ki, nem, vagy fölüti a Bibliát, lát egy igét, és akkor abból kitalálja, hogy hát az állatokban is, mivel van vér, akkor lélek van bennük, akkor ahogy az ember is, úgy minden állat is az Istenhez megy. Hát ilyet a Krisztusnak a felesége, ugye az eklészia, a Krisztus lelki teste, ilyet nem fog tanítani a lelki gyerekeinek. Mert nagyon jól tudja az anya, hogyha neki a férje két-három igén keresztül tanítja az Isten igazságát, ugye, akkor ezt az anya se, az asszony, a feleség se csinálhatja másként, amikor oda kerül a sor, hogy a gyerekeket kell tanítani az Isten igazságára. A gyermekek pedig, az előbb beszéltük, ugye, azok, akik vagy abszolút nem ismerik az Isten igazságát és az üdvösség útját, vagy ismerik egy kicsit, nagyon minimális szinten, és sajnos még sérülékenyek a hazugsággal szemben, nem tudnak megállni, és ezért szükség van a Krisztusnak a feleségére, hogy hűséges asszonyként a férjétől tanult igazságok alapján tanítsa a gyerekeket. Táplálja, tulajdonképpen táplálni ugye az eklészia gyermekeit, akik üdvözülni akarnak, az azt jelenti, hogy tanítania kell, táplálni és tanítani, az egy és ugyanaz, ugye? Két igét is találtam, hogy nem mennyasszonyról van szó, hanem feleségről. Töröljünk, újjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője, és a felesége elkészült. Másikban meg is hozzám jött a hét angyal közül egy, aki a hét utolsó csapással telt hét pohár volt, és így szólt hozzám, jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Mi van? Hát ez tényleg furcsa, a mennyasszonyt, a bárány feleségét, akkor rossz fordítás a mennyasszony. Ugye, mert ugye a báránynak a felesége asszonyként hogyan táplálhatja a gyerekeit, hogyha csak mennyasszony? Hát igen. Ezt sose értettem igazából. Ez egy félrehamisítás, szándékos félrehamisítás megint ettől a Székely Radicsics kazár zsidótól, hogy itt tulajdonképpen
fölbontsák, és ezért működik a székely hazugokon keresztül, meg ezek a javasasszonyok, a Bodó Attilának a női tanítványai, fölbontják az isteni rendet. Ugyanis nem arról van szó, hogy az asszony semmit nem taníthat, hiszen akkor az asszony nem tudná táplálni, nem tudná betölteni az Istentől rendelt feladatát, hogy az anya, az asszony, a feleség, ugye táplálja a gyerekeket, a gyerekeit. Ugye, ha az eklészia, a Krisztusnak az asszonya, a felesége, és gyerekei vannak, akkor ezt nem tudná művelni, hogy felnevelje táplálás által a kiskorú, az igazságban gyenge és járatlan személyeket fölnevelje Istennek, ugye? Szóval azért ez a menyasszony belehamisítás, mert így összekeverednek a szerepek, ugye? Nyilván egy menyasszonynak nincsen még jogosultsága, hogy a férj, mivel hogy nem a férje, hanem csak a vőlegénye, ezért nem kezelheti úgy, mintha a férje lenne, és nem fogadhat el tőle alapos utánajárás nélkül, az ő beszédéből nem fogadhat el semmit. És mivel menyasszony, ezért nincs megengedve neki, hogy menjen és a gyerekeket tanítsa. Mert a menyasszony még nincsen megpróbálva, a menyasszony nem feleség. A menyasszony az nem rendelkezik azokkal az ismeretekkel, tapasztalatokkal, és minden, ami ahhoz kell, hogy gyereket neveljen egy anya, az egy menyasszonynak nincs meg. És amikor azt mondja Pál apostol, hogy nem engedem meg az asszonynak, hogy tanítson, akkor onnét hiányzik az a szó, az a pici kis szavacska, nem engedem meg, hogy az asszony saját magától tanítson, egy igével tanítson, hanem a férje jelenlétében, ugye, hogyha jobb esetben a fizikai férje ismeri az Isten igazságát, és az is ott van, és tudja a férje feleségről, hogy nem fog össze-vissza beszélni egy igéből, saját teológiákat létrehozni, mint ez a részeges Rózsa Edit, meg a szellemi részek Bodó Kinga, hogy a fehér ló az oltottakat szimbolizálja, a vörös ló a jelenések könyvéből pedig az oltatlanokat szimbolizálja. Ez jött nekem a lélektől. Szóval akkor meg lehet érteni, ha ezek a hazugságok tényleg egy lélektől jönnek, azok biztos nem lehetnek az Istentől való lélektől. Szóval ez a Bodó Kinga is ugyanúgy hazudik, mint a lelki parázna, a lelki férje, a lelki stricie, a Bodó Attila. A Bodó Attila is az körvonal, azt olloz ki mindig a Bibliából, ami csak éppen akkor eszébe jut abban a másodpercben. De hogy az soha nem passzol az Isten tökéletes akaratával és igazságával, az mindig bebizonyosodik. Nincs két egyforma videója, amiben, vagy hanganyag, amiben egy és ugyanazt mondja századszorra is. Amikor valamiről elkezd beszélni, mind második alkalommal tök az ellenkezőjét mondja. Szóval önmagát is meghazudtolja. Tulajdonképpen a parázna asszony nem taníthat, mert ugye mondja a jelenésekben, hogy de van valami kevés panaszom ellened, mert megengedett Jezábelnek, annak az asszonynak, aki magát profétának mondja, hogy tanítson és félrevezesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból legyenek. Így van. Tehát látjátok, hogy a parázna asszony, a Jézabel, természetű asszonyok, ugye, mint ahogy fizikailag is a testi zsidók történelmében, Jézabel mire tanította a zsidók népét? Arra, hogy hallgassák ugye a hamis profétákat. A filiszteusok voltak azok? A filiszteus hamis proféták voltak? Vagy kik voltak? Ugye Jézabel az Izraelnek a hazájából, a pénzéből. Mondjad? A Baál proféták ettek, azt hiszem az ő asztaláról, de rákeresek. Igen, tehát Jézabel tartotta el Izraelnek a jövedelméből, etette, zabáltatta az ilyen Bodó Attila féle nem dolgozó lumpen ezeket a nihilleket. Jézabel tartotta el a Baálnak a hamis profétáit. És a népnek pedig megparancsolta,
hogy őket hallgassák, és őket tanul, őtőlük tanuljanak. Szóval itt adta a néppel a hamis proféták vérét, és megparancsolta a népnek, hogy amit ezek a Baál proféták parancsolnak, azokat cselekedjék meg. Szóval Jézabel arra tanította a népet, hogy egyék a hamis profétáknak a testét, ugye? Na ez a jelenések könyvében lelkileg jön vissza. Ugye minden asszony, aki nem a Krisztus vérének az ivására tanít, és nem a Krisztus testének az evésére tanít, tehát, hogy csak az ő igazságait tanuljuk, és csak az ő igazságaiban levő parancsolatoknak fogadjunk szót, amit az apostolok által az Új Szövetségben elküldött hozzánk ide a korszak végére a pogányoknak, az mindenki Jézabel az Isten szemében, aki másként csinálja ezt, és aki nem az üdvösség útjára tanítja az embereket. Szóval egy asszony, amikor egy nő vagy egy asszony nem a Krisztus és az apostoloknak az igazságait két-három igével magyarázza és tanítja, és ezáltal int, bátorít vagy fenyíti az eklészia hallgatóit, akkor az az asszony automatikusan lelki Jézabel. Jézabelnek az engedetlensége és a hazug természete nyilvánul meg azon az a férfin vagy nőn. Tehát amikor igen. egy... Bocsánat, mondjad. Igen, és az ebek eszik Jézabel testét. Így van, az ebek. Tehát azok az emberek, azok a kutyák, akik ugye a kutyának vannak, minden állatnak vannak pozitív viselkedési formái, negatív. Isten bizonyos szituációkban az állatoknak használja, hogy megértsük egy bizonyos szituációt, használja az állatnak a negatív megnyilvánulását, más esetben pedig használja pozitívot. Például mondjuk, hogyha kutyákról beszélünk, ugye Isten beszélhetne a kutyának a hűségéről, hogyha az ő igéhez való hűség kellene érzékeltetnie, biztos vagyok benne, hogy a kutyát az ő hűségessége miatt megemlíteni Isten, hogy ahogy egy kutya hűséges a gazdiához, ugyanúgy nekünk is hűségesnek kell lennünk jó kutyaként a mi mesterünknek a szavához, ugye? Ez csak egy példa. De a legtöbb esetben sajnos a kutyának a rossz természetét használja az érzékeltetésre Isten, tehát ugye a kutya irigy, ugye a kutya, amikor kap ennivalót, elássa. Tehát innét is ez a példázat, hogy ne ásd el a talentumot. Tehát egy irigy kutya vagy, amikor Istennek az igazságát kéne közölnöd olyanoknak, akik engedelmeskedni akarnak. Tehát én nem arról van szó, hogy Rózsa Edit csinált ezt a kis hanganyagát, szegényke, hogy hát ne legyünk olyanok, mint egyesek. Persze tudom, rám gondolt, kire gondolhatott volna másra, akik zsákmánynak tekintik, hogy ők kaptak valami igazságot Istentől. De itt nem az történt, hogy zsákmánynak tekintem, és el akarom a Rózsa Edit elől rejteni, amit én Istentől kaptam, hanem itt arról van szó, hogy Isten megparancsolja, hogy a disznó elé nevessük az Isten igazságának a gyöngyeit, mert ezek ellenük fordulnak és megtapossák. Hány utasítás, ami csak szól rajtunk keresztül az Istenek a parancsolataiból. Vajon mennyi van abból a néhány tucatból, aminek csak egyetlen egynek is a Rózsa Edit engedelmes, annak kapcsán, hogy tőlünk hallott valamit? Egynek se. Egynek se, mert a mai napig ugyanúgy folytatja a hazugságot, a hazugságszólást, és a hamis profétának, a vérének az ivását, a Bodó Attilának a hazugságait hallgatja, és a hamis proféta a testének az evését folytatja ugyanezt a bűnt. Tehát akkor itt arról van szó, hogy én elrejtem ő előle az Isten igazságát? Nem, hanem mivel, hogy Istennek az igazsága nem képes őt arra ösztönözni, hogy fogadjon szót, és hagyjon fel a Biblia hamisítással, és a hamis proféta vérének az ivásával, és a hamis proféta Bodó Attilának a testének az evésével, hogy az ő videóit és a küldözgeti tovább, tehát megcselekszi az ő parancsolatait, eszi a testét. Tehát Isten nem akarja vele megosztani, és az ilyenekkel. Tehát kizárólag ezek az igazságok csak azok szólnak, akikről Isten tudja, hogy készek arra, hogy elfogadják ezeket az igazságokat, megértik, hogy ezáltal üdvözülhetnek és kegyelmet nyerhetnek, és alávetik magukat. Ilyen egyszerű az egész.
Szóval ezt jelenti szót fogadni az atyának, és szót fogadni az anyának. Az anya az eklészia, az atya az Isten. Isten küldte az Ószövetségbe a prófétákat és a Mózes. Az Új Szövetségben a megváltó által létrehozta az eklésziát, az asszonyt. Ugye eljött az Isten igazsága feleséget keresni, ugye? És talált egy nőt, aki elkezdte magát tisztogatni a vőlegény által hozott tisztítószerekkel, ugye? Erről szól az Eszter története, amikor is feleségül ment a nagy királyhoz. Nem tudom, hogy Dáriushoz, vagy Szerxészhez ment feleségül? Nem, Ahasvérus. Ahasvérus királyhoz. És ott le van írva, hogy nem tudom hány hónapig, ugye a királynak a szolgái csak tisztogatták különféle tisztító szerekkel, tisztították és ékesítették a király számára a feleségeket, ugye? A feleség jelölteket. És ugyanez van az Új Szövetségben, hogy ma Isten az ő igazságát ismerő szolgáit megpróbál, ez ő két-három igéhez hűséges szolgáit használja, hogy azok, akik az eklésziába becsatlakoznak, az Isten igéje megismerésével, tanulásával és annak való szótfogadása, ugye így lesznek egyesek újonnan részei az eklésziának, a Krisztus feleségének a csoportjának, ugye? A bárány feleségének a csoportjának. És amikor hallja ezeket az igazságokat, és azt mondja, ezek az Isten igazságai, a többieké azok hazugságok, ez szerint akarok élni, mint hogy a Gine is tette, ő is belehallgatott a Bodó Attilának a hazugság sójába, meg ő is belehallgatott most valamikor a Rózsáditnek a hazugság sójába is, mégsem a sátán feleségének a tagjává vált, hanem azáltal, hogy tanulja az Isten írott igéjét, ezáltal elismeri, hogy Isten beszéde igaz, más minden hazug. Azáltal, hogy aláveti magát, azt mondja, hazug voltam, istentelen, bűnös voltam ezt megelőzően, de az igaz Isten figyelmeztetett engem, és megbántam a régi életemet, úgyhogy Isten igazságának vetem alá és az utasításainak az életemet mától. De ezáltal Isten úgy tekint rá, hogy na akkor lányom, te is részese lettél az én fiamnak, a feleségének a csoportjának, és amíg tanulod ezeket az igazságokat, és kizárólag csak a megváltó és az apostolokon keresztül tőle küldött igazságokat tanulod, addig az ő felesége csoportjába tartozol te is, Gyöngyi is, a Viki is, és mindenki más. De abban a pillanatban, hogy azt mondod, hogy a Biblia nem Isten beszéde hozzád, abban a pillanatban kizártad magadat az eklészia a Krisztus felesége csoportjából. És abban a pillanatban a Krisztus felesége, ahogy táplálja az újszülött gyerekeket, tehát az eklésziába csatlakozó új egyedeket, személyeket, az asszonynak a feladata csak az, hogy az ő férjétől őt megtermékenyítve született gyerekek, akik tőle születtek, azokat táplálja csak, nem pedig a sátán feleségének a zabi gyerekeit is, sátán Jézabelének, ugye, mert van az eklészia, ami a báránynak a felesége, meg van ugye Jézabel, a lelki Jézabel, az a vörösbe és karlátba öltözött asszony, aki a hétfejű tiszarvú vadállatnak a hátán ül. Ugye? Tehát annak is vannak gyerekei, akik őt hallgatják, a kereszténység és a kijöttünk a kereszténység hazugságait hallgatják, azok ennek a lelki Jézabelnek, a kereszténységnek a vörösbe öltözött, skarlátba és bíborba öltözött vadállat, a hétfejű tiszarvú vadállaton ülő asszonynak a gyerekei. A Krisztusnak a feleségének nem feladata egyáltalán, nem csak, hogy nem kötelessége, hanem meg van tiltva neki, Istentől és az ő férjétől, a Krisztustól, meg van neki tiltva, hogy te az ellenségnek a fiait nem etetheted. Mert Istennek nem az a célja,
hogy az ellenségnek a gyerekeit megzabáltassa, felnőjenek, és utána ellenségként elfojtsák, elvegyék a Krisztus feleségének a gyerekeitől az ennivalót, és elpusztuljanak, és a hazugság terjedjen az egész világon. Tehát ezért nem akarjuk, hogy a Rózsa Edit erre a csatornára jöjjön, és ezért nem egyezünk meg senkivel sem, és nem akarjuk ezeket az igazságokat, csak kizárólag azoknak szálljuk ezeket az igazságokat, céltudatosan, akik üdvözülni akarnak, bocsánatot nyerni, és a haláluk után felmentést az ítélet alól. És elfogadják ezeket az igazságokat, Isten tiszta szent igazságainak, 2-3 évvel értelmezik és olvassák, tanulják az igét, és alá is akarják, és alá is vetik magukat annak. Egyébként te nem vagy ennek a csoportnak, nem vagy a Krisztus feleségének, nem vagy a gyereke, nem vagy az eklészia tagja. Az ellenállásoddal, az igazságtalanság, azzal, hogy az Isten beszédét egy igével magyarázod és hazugságot hozol létre belőle, és ezt tanítod másoknak, ráadásul még máshoz elmész a más YouTube csatornára, más egyház csatornára, ott is összeszeded a hazugságokat, és utána tovább küldözgeted ezeket, hogy ezek is Isten igazságai. Tehát ezzel te exkludoltad, kizártad magadat a bárány feleségének a csoportjából. Ha elhiszed ezt én tőlem, ha nem, ez így van. Ti pedig ismeritek annyira az írást, hogy ezt meg tudjátok cáfolni, vagy alátámasztani, hogy ez így van. Az igazat szóltam, Isten szerint, vagy én magam is egy új vallást hoztam létre. Mi a ti véleményetek? Teljesen egyetértek mindennel, meg én azt szerettem volna csak megosztani, hogy ugye én nem olyan régen, mikor egy 6 hónapja talán, hogy életemben először, hogy az Isten írott igazságát a kezembe vettem. Én nekem eddig ez teljesen minden új volt, és eddig ugye, mióta elkezdtem veletek az Isten igazságait együtt keresni, és ide becsatlakozhattam közétek, megmondom őszintén, hogy én nem mertem fölkeresni ezeket a csatornákat, pontosan azért, mert féltem, hogy nehogy el legyek hitetve újra, és tegnap történt meg az velem, hogy na mondom, akkor ránézek erre a Bodónak, a hamis tanítónak, ugye, amit régen én is sajnos meghallgattam egy pár videóját, és megmondom őszintén, hogy annyira úgymond nagy örömöm volt, mert azonnal tényleg egy 2 percen belül ebből kicsúcsosodott, hogy ez a, hát azt kaptam, kérem szépen én az Istentől álomba, hogy tehát annyira átlátszó volt az egész történet, annyira alátámasztatlanul maradt bármiféle igével az Isten igazságából, sőt, de sajnos nem tudtam, sem sajnos nem tudtam végighallgatni egyik videóját sem, mert annyira rettenetesek voltak a történetek benne, meg az egyik, ugye teljesen, ahogy mondtátok is, mondtad is, Misi, hogy egyik üti a másikat. Na de amikor volt egy videó, ez a sziszegős, szépen beszélős, felállt a hátamon a szőr, és akkor azt mondtam, hogy kész, én többet nem is hallgatom. Tehát ebből a kis történetből, bocsánat, hogy ilyen hosszúra nyúlt, csak annyit szerettem volna mondani, hogy megéri. Megéri elkezdeni, és tényleg elkezdeni fürkészni az Istennek az igazságait, az igazi igazságait, és nem a hamis tanítóktól, hanem az igaz beszédéből az Istennek, mert tényleg egy fél év alatt el tudtam jutni egy olyan pontra, hogy már én magam meg tudom különböztetni, amitől pedig nagyon féltem, hogy jaj, nehogy olyat hallgassak, amivel valami rossz mag lesz elültetve az elmémbe, és nagyon nagy öröm volt számomra ez tegnap, hogy abszolút kicsúcsosodott, hogy tehát az a csatorna az semmi köze az Isten igazságaihoz, úgyhogy kérlek titeket tényleg bárki, aki még ezt hallgatja, hogy gondoljátok meg, és tényleg, hogyha igazából elkezditek akarni az igazságot, egy pár hónapon belül, hogy tényleg akarjátok, akkor el lehet jutni oda, hogy el lehet ettől fordulni, ettől a hazugságtól, és utána már fel is ismered. Be is lehet azonosítani azonnal, hogy mi az igaz és mi nem. Így van. Így van. Mert ugye az sem igaz, amit ő mond, hogy abszolút nincs szüksége, tehát az Isten országában abszolút Isten nem használ, és nincs szükség arra, hogy embert használjon, és emberek tanítsák az embereket.
Tehát ez az egyik véglet, mert sátán mindig így dolgozik, mindig két végletbe, mindig a két extrém végletbe tartja az embereket, vagy belehajtja őket, és abba tartja őket. Vagy azt mondja, hogy kezdettől fogva egész életed végig soha nincs szükség, és nem is szabad magadat hagynod, hogy ember tanítson, de hát ugye ő azért áradoztatja az információt a nap 24 óráján keresztül, ugye? Tehát ezzel is hazugságot szól, mert magát is meghazudtolja, hiszen ő maga is információt közöl, és emberek tanulnak tőle. Ha akar tanítani, ha nem. A másik véglet pedig a kereszténységnek a véglete, hogy ugye ahogy a Bodó Attila így ebbe a szellemi gyerek, a belső gyermek állapotba akar tartani, hogy játékosan kell, gyermeki játékossága, meg gyermeki őszinteséggel. Tehát hol van neki a gyermeki őszintesége? Ő soha az életében nem volt, talán amíg az anyja hasába volt, akkor volt őszinte, hogy elfogadta a köldökzsinóron a szájába érkező táplálékot. Az volt az utolsó pillanat az életében, amikor ő őszinte volt. Aztán ahogy kidugta a fejét az anyja hasából, onnantól kezdve az ő őszintesége megszűnt, mert már amikor először kinyitotta a földi léte során a száját, már akkor hazugság jött a szájából. Mára nem is beszélve, nem tud őszintén, tisztán, igazul két mondatot elmondani. A szájából egyetlen szó igazság nem tud kijönni. Na mindegy. Ez az egyik, hogy ebből a belső gyermek állapotba akar tartani sátán az ilyen hazugokon keresztül. A másik véglet pedig a kereszténységféle kisgyerekkorba való tartás, amikor azt hitetik el, hogy de neked egész életed végéig neked tanítóra van szükséged, hogy téged valaki tanítson. Mert ugye ők meg a másik véglet, hogy ugye a Bodó Attila, kijöttünk a kereszténységből, az egyik véglet, hogy nálunk már nincsen a kereszténységnek semmilyen hamistana, és gyermek őszinteséggel fogadd ezt el tőlünk. Ugye? És ebben a belső gyermek ezoterikus, sátáni állapotba tart tégedet, egész végig a hazugságaival, ebben a naív, befogadó állapotba tart téged. Ez náluk az ezoteriában, ez a belső gyermek. Hogy fogadj mindent, vegyél, csatornáz le, akár a médiumokon keresztül, vagy az angyalokon keresztül, hogy angyal tanfolyamokra járjál, meg mit tudom én, mint amilyen a Bodó Attila is. A másik pedig a kereszténységnek ez a lelki gyermek állapotban tartása, ugye, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek. Erről van szó. Mondjad? Közben van két így a vers, amit a tanítással kapcsolatban Isten így leleplezi ezt a hamistant, amit ő hirdet, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességet tanítsátok, és intsétek egymás oltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel. Szívetekben háladással énekeljetek a parancsolónak. A Róma levél 15-14-ben is mondja, én magam is meg vagyok győződ, testvérem, teljesek vagytok minden jóságban, bővölködtök minden ismeretben, és képesek vagytok egymást is tanítani. Két ige. Tehát ebből is azonnal, tehát alig 3 másodperc alatt Isten leleplezte ezt a nagy káromlások száját, ezt a székely román antikrisztust, hogy ő egy hazug kutya, mert ő azt tanítja, hogy hát nincs, meg van írva a Bibliában, hogy a lélek tanít majd benneteket, nem lesz szükségetek arra, hogy ember tanítson. Ugye? Isten pedig a megváltó által és az apostolok által pontosan azt parancsolja, hogy miután megismertétek az igazságot, megjegyeztétek, jól megtanultátok, értitek, értelmezni tudjátok 2-3 igével, abban éltek már, példamutató az életetek, akkor Isten fog használni, arra akar benneteket használni, hogy ti ugyanerre tanítsátok meg a többieket, hogy ők is fölnőjenek és üdvösséget, kegyelmet nyerjenek. Tehát ebből fakadóan, ha valaki azt tanítja, hogy nincs szükség, Isten nem használ embereket, hanem lelkeket használ, meg mit tudom én, ezzel káromolja az Isten, mert Isten hazugnak nevezi, hiszen Istentől van ez az utasítás, hogy tanítsátok egymást, igaz? Az Isten igazságára. A második parancsolat erről szól Istennek, hogy szeresd a te fele barátod, tehát tanítsd mindazokra az igazságokra meg, és ösztönözd, hogy azt szerint éljen, amit te tanultál az első parancsolat, az első szeretet szerint, ugye?
Szeresd az Istent, az egyedüli igazságot, és hagyd magad tanítani az igazságaira őtőle, ugye? Szóval káromolja az Isten minden szavával, kijelentésével, káromolja az Istent, mert ennek az embernek nincsen bocsánata. Ezért ő fulva holt állat. Ezért ő az Isten szemébe egy fulva holt vadállat, nem szelíd állat, mert nem az Isten igazsága van az ő elméjébe, és nem arra tanítja a hallgatóit. Szóval akik ezt a fulva holt állatot hallgatják, azik isszák az ő vérét. És akik követik az ő utasításait, aranyköpéseit, azok elkárhoztak, mert megették a testét. Ennek ékes példája Júdás, a fulva holt állat. Minden nap ott volt az Isten igazságá mellett, minden nap hallotta őt, együtt reggelizett, ebédelt, vacsorált vele, ugye? Együtt ment vele faluról falura, városról városra, minden szavát hallotta, és tudta nagyon jó, hogy az Istennek az igazsága jön annak a szájából, mint két élő éles kard a jelenések könyvében. Ennek ellenére soha nem hajtotta végre az utasításait, soha nem hagyta magát megjobbítani, soha nem hagyta magát megszelídíteni a megváltó szájából jövő utasítások által. Ennek ellenére elment és elárult, eladta őt, igaz? És amikor elkapták a szent lelket, a felkent szabadító Krisztust, akkor visszament, visszadobta a pénzt, hogy hát megbántam, rájöttem, hogy egy Isten fiát árultam el. Ugyan az írás nem írja, hogy utána azért visszament, meg is összeszedte a pénzt, mert ő földet akart belőle venni. És ebből a pénzből ugye hozták létre, csinálták a vérmezőt, ahova a pogányokat meg a köztörvényes bűnözőket temették el. Szóval elment és felakasztotta magát. Tehát nem az Isten parancsának engedelmeskedett, hogy gyilkosok nem öröklik Isten országát. Ő ennek ellenére mégis meggyilkolta magát. És ráadásul nem is akárhogyan, hiszen történhetett volna az is, mennyi olyan eset van az Ószövetségben, csata folyt, és a király fogta, és beledőlt a saját kardjába, leszúrta magát. Tehát kifolyt a vére. Judás érdekes módon úgy akasztotta, úgy halt meg, úgy lett öngyilkos, úgy követett el Isten parancsolatával szemben bűnt, hogy meggyilkolta saját magát. De hogyan? Fölakasztotta magát. Szóval ő egy teljesen más értelem, más gondolkodás szerint élte az életét, annak ellenére, hogy minden nap együtt volt az Isten igazságával. Hallotta az Isten igazságát éjjel-nappal ő tőle. Hallotta az utasításokat, a parancsolatokat, hogy mit kell csinálni. Soha nem fogadott szót neki, és elment és fölakasztotta magát, benne maradt a testébe a vére. Ugye? Júdás a legnagyobb példája, Istentől ő a kézzelfoghatóbb intő példa Istentől, hogy Júdás hogy élte az életét. Közte volt a 12 tanítvány között, látta, hallotta, ő is megkapta azokat az utasításokat és a parancsolatokat, amit az összes többi, míg a többiek engedelmeskedtek neki, ő nem. És amikor rájött, hogy ezzel, hogy ő nem engedelmeskedett neki, hazugnak nevezte, és elárulta a Krisztus, mert az, hogy csak a pénz megkapta, pénzért elárulta a Krisztus, hogy hol tudják elkapni, az már csak egy összegzése volt az egész addigi 3,5 évnek. Ő minden alkalommal, amikor nem fogadott neki szót a parancsolatainak, amit neki mondott, hogy mit csinálja, hogyan gondolkodj, hogy ne gondolkodj, mit csinálja, mit ne csinálja, minden alkalommal, amikor engedetlen volt, akkor az azt jelentette, hogy ő eladta a Krisztust a főpapoknak és az írástudóknak. Ugyanúgy, mint amikor az írás azt mondja, hogy hát jött a katona lándzsával, oldalba vágta, kiszúrta, kifolyt a vére, az már csak egy összegzés kép, egy szimbolikus kép arra, hogy ő az egész 33 és fél évét úgy élte le, hogy tanulta az Isten igazságait, tanulta a prófétákat és Mózest, makulátlanul úgy élt, és ez egy szenvedés volt számára, mert a többiek mindig megpróbálták elgáncsolni, hogy ebben a törekvésében, hogy Isten szerint éljen tökéletesen, elbukjon.
Ez egy szenvedés volt, az egész földi léte szenvedés volt. Hányszor mondta a tanítvány, meddig szenvedlek még benneteket? Igaz? Mert az értetlenkedéseikkel, ők is, amikor tanítványok voltak, tudtukon kívül, ők is tulajdonképpen el akarták gáncsolni, el akarták botlasztani őt. Értitek? Szóval amikor mi engedetlenkedünk, nem fogadunk szót a megváltó és az apostolok által nekünk küldött parancsolatoknak, akkor tulajdonképpen jól véssük a fejünkbe, hogy minden alkalommal eladjuk az Isten igazságát a főpapoknak és az írástudóknak. És ezt figyeljétek, azt mondja az írás, hogy vegyél tőlem igazságot, de el ne add. Nézzük meg ezt az ige verset. Vegyél igazságot, talán a példabeszédekben van ez. Vegyél igazságot, és el ne adj. És ennek a példája, ékes példája Júdás, azzal, hogy nem fogadott szót, azzal ő minden nap hallotta, te vette az igazságot a mestertől, az ő messiásától, ki azért jött, hogy őt is megmentse. Vette az igazságot tőle minden nap, de azzal, hogy nem fogadott szót, minden nap eladta őt a főpapoknak és az írástudóknak. Mindenhol kiárulta őt, hogy itt tudjátok őt elkapni, és ott lesz majd, ott tudjátok elkapni. Egy besugó volt, Sátánnak a beépített ügynöke. Szóval azok, akik nem fogadnak szót a megváltó és az apostolok parancsolatainak, azok minden nap a Sátánnak a besugói, minden nap eladják őt a főpapoknak és az írástudóknak. És ezért Isten szemében ők fulva holt állatok. És az ő végük az lesz, úgy fognak meghalni, hogy bennük marad a vér. Valószínű egy hirtelen balesetben. Mert hirtelen balesetben mindig az emberekben marad a vér. Ha szívinfarktus kapsz, benned marad a vér. Fulva holt állat leszel. Nem csak lelkileg, vagy az egész életedet ebben az utóbbi egy-két évben Isten igazságainak való ellenállásban élted le, és ezért fulva holt állat vagy, hanem azért is, mert fizikailag is, ha szívinfarktus kapsz, vagy valamilyen betegségben meghalsz, benned marad a vér. Szóval ezért kockázatos dolog. És meg van parancsolva, hogy vegyünk igazságot. Igazságot csak az igazságtól tudunk venni, Istentől, vagy a tőle küldött profétáktól, Mózestől és az ószövetségi profétáktól, vagy a legnagyobb profétától, aki maga a Krisztus. Csak őtől le tudunk venni igazságot. De amikor ezt az igazságot, amit kapunk tőle, valaki megosztja velünk az ő igazságát, és benne van egy utasítás, Isten megparancsolja, hogy ne járjunk házról házra, YouTube csatornáról YouTube csatornáról, ugye? Tehát ne járjatok házról házra, vagy a parancsolatokban, hogy ne kínvánd a te felebarátodnak a házát és semmiét se, ugye? Ez egy és ugyanazt jelenti, tehát ne kívánjad a hazugoknak a házát, ugye mész YouTube csatornára, YouTube csatornára, ne kívánj, ne legyél házról házra járogató, egy házról egy házra járogató, ugye? Mert ilyenkor mindig, amikor ellenállsz ennek a parancsolatnak, akkor te eladod a Krisztust, az Isten igazságát, eladod a főpapoknak, eladod Sátán beépített ügynökeinek, elárulod őt. Mondjad? Példabeszédek 23-23-ban van ez, amit mondtál. Szerez igazságot, és el ne adj, bölcsességet, és erkölcsöt, és eszességet. Így van. És ezt hogyan tudod? A lélek rátszál, és gondolatban fogja ezt neked adni, vagy elalszol részegen a kocsmázás után, amikor Bodó Attila hazakeveredik a nagy kupasörök után, hazakeveredik, össze részegen elalszik, borgőzös leheletébe jönni fog a lélek, és adja neki az álmot, így jön? Nem, nem, az igazságot kell olvasni, és onnan megszerezni. Így van, pontosan. Beépíteni az életünkbe. Így van. Jó, hát akkor ennyi lett volna. Örülök, hogy együtt lehetünk megint ismét, és hogy ilyen Isten szerinti egészséges légkörben zajlódott ez az esténk is. Nem a TV csatornát kapcsolgattuk, nem a Bodó Attila
pénztárcáját gazdagítottuk azzal, hogy klikkelgettünk a YouTube csatornájának a hazugság műsoraira. Nem a Rózsa Editnek a egyigéből való agyamentségeit tanultuk meg, ugye, hanem igazságot szereztünk Istentől, az ő fiától és az ő leírt igazságából, ugye a papírra írt Szentlélekből, az igéből, beteljesítettük ezt a parancsolatot, hogy igazságot szereztünk Istentől, az ő igéjén keresztül. És ezt nem fogjuk eladni. Tehát igyekszünk az életünk végéig abban maradni, hogy ezeknek az utasításoknak alávessük magunkat. Megvan írva a példabeszédekbe, hogy ne tegyél hozzá az ő igazságához, nehogy az ő szemében hazugnak találtassunk. Ugye? Ez is egy parancsolat. Szóval mi nem fogunk hozzátenni Rózsa Edithez hasonlóan, meg a Bodó Attila antikrisztusokhoz hasonlóan, mi nem fogunk hozzátenni az Istennek az igazságához. De ugyanakkor el sem veszünk belőle. Mert nem akarunk hazugnak találtatni, mert a hazugok nem mennek be az Isten országába. Mondjad? És Isten véleménye, ha például beszélek egy hétben található az olyan emberekről, akik hazugságokat hallgatnak és tanítanak, az örökkévalónak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és erkölcsi tanítást csupán a bolondok vetik meg. De jó, tényleg. Tehát azok, akik azt mondják, hogy a Biblia nem Isten beszéde, ugye Isten beszéde, a Biblia tele van erkölcsi ismeretekkel, az Isten erkölcsével, hogy ő hogyan akar viselkedni minden körülmények között, és hogyan várja el tőlünk, hogy eltanuljuk tőle ezt, és azt szerint viselkedjünk, ugye? Tehát, hogy szent módon, Isten szent, ő szentül viselkedik, mi is szentül kell, hogy éljünk, a közönséges dolgoktól kell eltávoztatnunk magunkat. Ezt nem tudod máshol megszerezni, csak a Bibliából. Hát nem fog, semmilyen lélek nem fog téged. Nézd meg a Bodó Attilát, állandóan arról beszélnek, hogy a lélek vezeti őket. De ők semmilyen bizonyságot nem tesznek arról, hogy a viselkedésükben, vagy a beszédükben, cselekedetekből megszentelődnének. Hogy erős motivációjuk lenne Isten szerinti megigazulása, megszentelődésre. Soha nem hallod ezt tőlük. Mindig az ellenkezőjét, hogy hogyan válhatsz közönségessé, csak ezt tanulhatod tőlük. A szent életűséget, a megigazultságot, az igazsághoz való hűséget, a beszédben való tisztaságot, hogy csak az igazságot szóljad a száddal, amikor az Istenről tudható, vagy a megváltóról, vagy a Bibliáról szóló dolgokat beszéled, csak az igazság hagyja el a szádat, ezt ők nem tudják megcsinálni. Ennél fogva remélheted azt, hogy te üdvözülni fogsz, ha hozzájuk csatlakozol, vagy őket hallgatod? Biztos, hogy nem remélheted azt, mert abban a pillanatban, hogy elfogadtad a bármelyik hazugságát, elkárhoztál abban a pillanatban. Az Isten ítélete van rajtad. Ha ki nem jössz 2-3 figyelmeztetés után, biztos, hogy elkárhoztál. Szóval maradjunk meg abba, hogy tiszteljük az atyánkat, azzal, hogy hagyjuk magunkat tanítani, akár egymáson keresztül, akár személyesen a Biblián keresztül, hagyjuk magunkat tanítani az atyától, és maradjunk meg abba, hogy tiszteljük az anyánkat, ami az Ekklészia, ami a Krisztusnak a felesége, szinonimmal ugye az ő lelki teste, vagy más néven az Ekklészia, megint más szinonimmal Isten földi országa. Tehát tiszteljük Isten földi országát azzal, hogy a benne szolgáló, megpróbált, igazságot szóló, több igével Isten igazságát szóló és magyarázó tanító, Isten segítő tanítóira hallgatunk, és tiszteljük őket azzal, meghallgatjuk őket, és
igyekszünk eleget tenni a rajtuk keresztül jövő Istennek az utasításainak. Így töltjük be ezt a parancsolatot, hogy tiszteljük az atyánkat és tiszteljük az anyánkat. És arra akarunk mindenkit ösztönözni ezáltal a beszélgetés által, hogy aki nem ismeri ezeket a parancsolatokat, nem kereste el őket, nem tudja értelmezni, nem e szerint élt, hanem hamis tanítók hazugságai szerint addig azt tanácsoljuk, hogy hagyjatok fel ezzel, és legyetek úgymond a követőink, mindaddig, amíg megismeritek az Isten igazságát, mert csak így nyerhettek kegyelmet Istentől. Ha benne maradtok a hamis tanítók hazugságaiba, biztosak lehettek abban, hogy a harmadik Istennek a harmadik figyelmeztetése után el vagytok kárhozva. Mi pedig nem akarjuk, hogy elkárhozzatok, ezért tépjük rojtosra a szánkat, és ezért beszélünk ennyit nektek, hogy lelketekre hassunk, és rajtunk keresztül Isten meggondolásra tudjon benneteket ösztönözni, hogy elszakadjatok a hazugoktól, a hamis tanítóktól, az Isten igéjéhez hozzáhamisítóktól, az Isten igéjéből ellopóktól, és azok, akik szeretik és szólják a hazugságot. Hogy ebben legyetek erősek, térjetek vissza az Istenhez, az ő igazságához, és csak olyanokat hallgassatok, akik 2-3 igével valójában arra ösztönöznek titeket, hogy Isten igazsága és a benne levő utasítások szerint akarjatok élni, mert csak erre jön kegyelem. Semmilyen székely javasasszonynak a festményére nem jön az Istentől való kegyelem, se a Bodó Attilának a hazugságaira, se a Rózsa Editnek a saját fejéből pattant hamistanoknak a kreálására nem jön az Isten kegyelme és bocsánata. Csak kizárólag, ha az Isten igazságát tanulod a Bibliából, és aszerint akarsz élni, és igyekszel, hogy aszerint éljél, kizárólag erre jön az Istennek a kegyelme, semmi másra. Úgyhogy, ha eddig másként éltél, akkor térjél meg belőle, és fordulj vissza Istenhez és az igazságához. Mondjad, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, ne haragudj. Semmi baj. A Kolosszi levélben mondja is, hogy bocsátom a Kolosszi levélben, a Korintusz levélben, kérlek pedig titeket, testvéreim, hiszen tudjátok, hogy Stefanász háza népe, akár a zsengéje, és a szentek szolgálatára szánták magukat, hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek és mindenkinek, aki velük szolgál és fáradozik. És az Efezus levélben is mondja, engedelmeskedjetek egymásnak a megváltó félelmében. Szóval újból csak megint Isten leleplezi ezeket a sátán fajzat székelyeket, akik arra tanítanak, hogy a Biblia nem Isten igéje, beszéde, akik arra tanítanak, hogy nincs szükséged arra, hogy valaki tanítson, de azért ők éjjel-nappal hányják a hazugságaikat, és programozzák az őket hallgatóknak az agyába. Isten 3 másodperc előtt ezzel, amit te felhoztál, 2 igét, leleplezi őket, hogy hazugok, és kizárólag a sátán hazugsága árad a szájukból. Tehát Isten, ha valakit kitanított, és megpróbált, és bebizonyosodott Isten szemében, hogy képes az Isten igazságát szólni több igén keresztül, és az élete is példamutató, és fáradozik sokakért, hogy üdvösségre jussanak, Isten szemében ezek jó példaképek, követésre méltó példaképek, és jól teszitek, hogyha az ilyeneket követitek, és az ő példájuk nyomán elindultok, ugye? Tényleg, Pál apostol is mondja, hogy legyetek az én követőim, mint ahogy én is Krisztusé. Pontosan. Szóval, és ezek a YouTube jutalékért dolgozó hazugok, ugye azért, és az összes többi, tehát nem csak ők vannak, hogy nem csak ők azok, akik erről beszélnek, a székely kazár bodó szekta, az, aki ezt hirdeti, mert gombamódra szaporodnak mások is, mint az efezusi program, vagy nem tudom milyen program, korintusi program? Efezus program, ott is. Ugyanaz, mintha csak a Bodó Attilát hallanád, még ugyanazzal a szakállal is, csak
annyi a különbség, hogy ők nem hisznek abba, amiben a Bodó Attiláik, hogy az Isten álmokba beszél hozzájuk. Ők nem hisznek abba, hogy a lélek sugdoz a fülükbe. Egyébként egy és ugyanaz a kettő, szakál és a Biblia nem Isten igéje. Ja, és ki van írva a pólójára, hogy vodka. Ja, vodka, igen. Na, akkor tanuljad az Istennek az Ja. erkölcsét, ugye? Hát erről ennyit akkor még egyszer. Nagyon-nagyon örülök és nagyon boldog vagyok, hogy olyan emberek társaságában lehetek, mint ti, hogy ismeritek az Isten igéjét, egyre erőteljesebben hatja át az elméteket az Istennek a gondolkodás módja, az Isten logikája, az Istennek az értelme van bennetek, allegorikusan szólva az Istennek a lelke van bennetek, és nagy örömömre szolgál az nekem, hogy láthatom, hogy nélkülem is boldogultok, nem vagytok hozzám kötve, hozzám ragasztva. Én csak a fejlődésetek egy idejében lettem arra rendelve, segítsek nektek felismerni ezeket az igazságokat, és többnyire eljutottatok arra pontra, hogy külső segítség nélkül is képesek vagytok Isten igéjével megítélni, mi a szent és mi a közönséges. Isten írott igéjével megítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi az, ami a kegyelmet fogja nektek hozni, mi az az ismeret és az az életgyakorlat, és mi az, ami miatt el lehet kárhozni. Úgyhogy maradjatok meg ebben az ismeretetekben, és továbbra is tanuljatok, és továbbra is gyakoroljátok ezt, hogy ha Isten méltónak talál benneteket is arra, hogy másokat segítsetek, de tulajdonképpen azzal, hogy itt hanganyagban beszélünk, tulajdonképpen már ezzel már méltatva vagytok arra, mert saját hangotokon bíztatok és bátorítatok másokat arra, hogy ebbe az értelembe maradjanak és ez szerint éljenek, ez szerint gondolkodjanak, hogy rajtuk maradjon az Isten kegyelme. Tulajdonképpen már ezzel betöltitek azt a parancsolatát Istennek, hogy szeressétek a fele barátaitokat azzal, hogy az ő igazságaira tanítjátok őket. Úgyhogy köszönöm, hogy veletek lehettem, és köszönöm, hogy ezt a sok jót hallhatom a szátokból. Jó éjszakát kívánok mindannyiatoknak! Én is köszönöm, jó éjszakát nektek! Jó éjszakát!